A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a Tolna megyei értéktár megnyitó ünnepségének. A Tolna megyei önkormányzat a Hungarikum Bizottság pályázatán 4 millió forintot nyert, melyből 6 kiállítási darab készült el. Ezek a megye természeti kincseit, ipartörténeti értékeit, néphagyományait, agrár- és turisztikai, valamint irodalmi remekműveit mutatják be. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy ez a kiállítás csak ízelítő a megyei értékekből. Rengeteg olyan kincs található a régióban, ami most nem tudott a tárlat része lenni. Itt egy jól működő közösségi szerveződés van a háttérben a megyébe, amelyet most már 5. éve építünk, és eljutottunk olyan tekintélyes számhoz, hogy körülbelül a megyei értékeink száma meghaladta a 400 darabot, ami országos viszonylatban is biztos vagyok benne, hogy dobogós helyezést jelent. De hát ez nem erről szól, hanem arról, hogy örömmel tölt el bennünket az, amikor látjuk, hogy az emberek ezt élvezik. Élvezik az együttlétet, amikor ezeket felvezetik egymásnak, amikor esznek utána egyet, amikor beszélgetnek arról, hogy hogyan lehet Magyarországon, Tolna megyébe adott településen élni. Nagyon fontos ez, mert ugye ez is kezd eltűnni, és elural bennünket sok minden, aminek nem kéne. Hozzátette, az értéktárba bármilyen tárgy, épület vagy szellemi termék bekerülhet, ami a megyében élők számára a valódi értéket képvisel. Nem volt különösebb szempont, tehát nem írtuk le, hogy ez fémből lehet, vagy agyagból, vagy textilből, vagy szellemi termék. Mindent elfogadtunk, ami érték. A társadalom szemébe ugye van egy értékítélet, amit az ember meg tud fogalmazni, bárkit megkérdezünk, azt fogja mondani, hogy ez érték, akkor azt nyugodtan fölvetjük ebbe az értéktárba, ezzel nem kockáztatunk semmit. Pusztán azt az eredményt érhetjük el, hogy több hívünk lesz, több jót akaró ember lesz, több társadalmi munka, vagy hogy is mondjam, közösségi munkát tud majd végezni, és a közösségeink erősödik, így erősödnek a családjaink, erősödnek a fiatal nemzedék tagjai, tehát a jövő ilyen apró kis téglákból fog összeállni. Azt gondolom, hogy ez csak egy villanás, egy kis képkocka a történésekből. A háttér az, ami a lényeg, ami kint van a településeken, ami ott van egy-egy szobába, egy önkormányzati kiállító helyiségbe, vagy az emberek fejébe, vagy közös programjaikba, az az érték. Nem azt tenném, hogy most elmondanám, hogy menjenek megnézni a Decsi Szőttes, de ez most csak hirtelen első blikre jutott eszembe, hanem inkább arra próbálnám kapacitálni a riportot, nézőket, hogy jöjjenek el Tolna megyében. Bökjenek rá a térképre, és mondják, hogy na ide menjünk, és ott 3-4 településen nézzünk körbe. Ezt le lehet már az interneten informálni, hogy van-e ott valami, amit érdemes megnézni, ha van, akkor az mi. És akkor szépen eljönni, megnézni családostól, gyerekestől, és hát ha jó fogják érezni magukat. Az biztos, hogy Tolna megyében a kulináris érvezetek azok ki tudnak elégíteni pillanatnyi igényeket, tehát az is ott lesz a háttérben. Márkus István, a Körösparti Kft. Képviselője szerint rengeteg lehetőség rejlik a térségben, melyből számtalan újabb elem bővítheti az értéktárgyűjteményét a jövőben. Alapvetően a kiemelt értéktárból választottunk, de hogyha téma úgy hozta, akkor máshonnan is beemeltünk elemeket, tehát hogyha mit tudom én, egy torony elemhez mondjuk nem csak a kiemelt értéktárból kerültek, hanem azok a templomok is belekerültek, amelyek ehhez a témához kapcsolódtak. Majd elmondta, hogy a kiállítás korhatár nélkül megtekinthető,
hiszen minden korosztály számára hasznos és valódi élvezetet tud nyújtani. Nem csak gyerekeknek készültek, hanem felnőtteknek is, de azért a mai világban elsősorban a gyerekeket kell megragadni, mert ők hozzák a felnőtteket is magukkal, ezt szülőként is tudom mondani, és de igaziból mindenki számára tud nyújtani információt is, és élményt is. Ennek az a célja, hogy akár iskolákban meg tudjanak vele jelenni, akár egy nagyobb fesztivál részeként be tudják mutatni az értéktár kincseit. Nem titkolt cél, hogy a jövő évi jubileumra az értéktár elemeinek a száma elérje a 1500 darabot.